Kedves nézők, ez a Fogadóra. A stúdió vendége a 10-es választókerület Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselője, dr. Ferenczi Norbert. Köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Üdvözlöm a kedves televízió nézőket, szerkesztő urat is. Évelején volt vendégünk, gyakorlatilag egy évet ölel fel most a következő, mintegy 10 percben a beszélgetésünk. Vágjuk is bele, hiszen elég sok téma van. 4-es főút építése, fejlesztése. Hogy miért is mondom ezt? Hát azért, mert érinti a választókerületét. Parancsoljon. Hogyne. Tehát tulajdonképpen kettébe vágja a választókerületet, igaz, nem a lakott részeken, vagy nem a sűrűn lakott részeken, de azért itt is vannak apró problémák. Ugye szemmel látható módon fejlődik a város, a belterületi rész, a városközpont különösen, de hogyha a négyesre tekintek, akkor igaz ez a külső részekre is. De ez jár mindig kellemetlenségekkel, és mindig meg szoktam ragadni a lehetőséget, hogy a türelmét kérjem az ott lakóknak, hiszen a környező tanyáknak a megközelíthetősége azért jelentős mértékben romlott. Ez ügyben több egyeztetést is tartottunk a kivitelezővel, hogy az ütemezések olyan módon valósuljanak meg, hogy a bejárások biztosíthatóak legyenek, és a szervizutak, bekötőutaknak a nyomvonal is olyan módon lett kialakítva, hogy a legszerencsésebb legyen az ott lakók számára. És ha beszélünk a 4-es útról, akkor beszélnünk kell a választókerületet leginkább érintő fejlesztéséről, a külső Budai úti lehajtóról. Itt is egy pici türelmet kell kérnem a Budai útiaktól, hiszen időbe telik, amíg ezt a lehajtót megcsinálják, és türelmüket kell kérnem azzal kapcsolatban is, hogy meg kell szoknunk ezt a lehajtót. Vasút és közút csomópontja fog ilyen módon kialakulni, de ahogy nagyanyáink megszokták a vasút közelségét, és a baleset veszély nélkül meg tudtuk oldani ezt a 150 évet, ami a vasút kialakítása volt, ha eltelt. Azt hiszem, hogy a közútnak a becsatlakozása csak javítani fogja a közlekedési helyzetét a Budai útnak. Nagyon remélem, hogy nem lesznek torlódások a sorompó előtt. Ezt a közlekedési mérnökök nagyon-nagyon aláhúzták nekem, hogy nem lehet számítani akkor a bekötőforgalomra, hogy ez problémát jelentene a vasúti sorompó áteresztő képessége kapcsán. Hát egy örökzöld a következő téma, Budai út felújítása. Igen. Hol tart most ez a történet? Igen, örök harcom, most már harmadik ciklusban, de a végéhez közeledik ez a harc, jelentem, úgyhogy már sajtótájékoztatón is bejelentette országgyűlési képviselő úr is, a Magyar Közútnak a megyei vezetője, hogy ez a kivitelezés megvalósul. A megfelelő pénzt elkülönítették rá, sajnos a közbeszerzés, illetve a tervezési munkálatok azok elhúzódtak, és nem tudták ebben az évben elkezdeni, de a következő évben, tehát még bőven ebben az önkormányzati ciklusban el fognak kezdődni a munkálatok, és a következő évben be is fognak fejeződni. Tehát már nem csak az elejét, hanem a végét is látni már elvileg. Igen. Van fizikailag is, van eleje és vége, az eleje majd a cegléttáblától indul, és a fürdő útig tart. Egyébként a felvétellel megegyező héten egy konkrét tárgyalásra is sor kerül majd a Magyar Közút polgármester úr, országgyűlési képviselő úr és a 4-es kivitelezője között, és szóba fog kerülni az is, hogy a már emlegetett lehajtó és az ilyetén módon megtervezett útfelújítás közötti szakasznak a felújítása is megvalósítható lesz, tehát közvetlenül a sorompó környéke is megújulhat a Budai útban. Játszóterekat adtak át a közelmúltban a választókerületben. Igen, régi ígéretem volt szintén, ezt is ebben a ciklusban feltétlen meg kellett csinálni, mert ha valaki előveszi a régi szórólapokat, akkor ugye van mit kérdezni, hát nagyon remélem, hogy megelégedésére az ott lakóknak a Malontó szélen megvalósulhatott egy nem nagy játszótér, de azért 4 hinta, egy csúszda és egy rúgós játék oda került, és azt látjuk, hogy a következő időszakban ez a pici játszótér igénybe lesz véve, akkor megyünk tovább, homokozó, mérlekhinta és ilyesmik kerülnek kialakítása. Nagyon örülök, hogy polgármester úr partner volt abban is, hogy az oda vezető kerékpárút megújulhatott. Tehát biztos látták az ott lakók, hogy egy aszfalt út réteg került a külső Kátai útnak a bicikli útjára, ami tulajdonképpen ehhez a játszótérhez vezet. Na, az öregszülőben a közvilágítás terén tudtak előrelépni. Igen, van egy nekem nagyon szimpatikus
közösségi oldala az öregszülőnek, úgy hívják, hogy öregszülőiek egymásért. És ezen rendszeresen szóba kerül az, hogy mely utcák legyenek a következőek, és mely utcák tekintetében valósultak már meg. Örömmel jelentem, hogy éppen a felvétellel egy időben zajlanak a kihelyezések a Csuhé, a Szalma Rózsa és a Szlanka utcában, és a következő évre már az önkormányzat méri fel azokat az utcákat, ahol a 2018-as esztendőben is kivitelezésre kerülhet sor. Biztosan tudják a nézők, hogy a városból levett nagyobb teljesítményű lámpákat újítjuk fel, és tesszük ki az öregszülőbe, és érjük el szépen lépésről lépésre azt, hogy az egész öregszülő közvilágítása rendben lesz. Ez egy 3 éves időszakra becsült történet. Azt hiszem, hogy ennyi idő alatt tudjuk befejezni. A következő évben is szeretném, hogy 5 utca legalább megvalósuljon. Van egy nagy adósságom a Piszke utcával kapcsolatban, is oda oszlopokat is kell tennünk. Ebben is fogunk lépni az eljövendő időszakban. Most, ami a közelmúltat illeti, nyilván a múlt időt, hogyha használom, akkor erre gondolok, milyen fejlesztések voltak, vannak és lesznek a budai úti fürdőben és környékén, teszem hozzá. Igen, a termálfürdő egy nagy mágnes. Én nagyon örülök neki, hogy a külső budai úton, az öregszülő és a külső budai út találkozásánál lehet, mert egyrészt húzza kifelé a lakosságot, egyre többen költöznek ki, és a városnak természetes terjeszkedési irányát adja nyugatra. Na most emiatt így is kell kinéznie belülről is és kívülről is. Ugye belsőleg megvalósult a rakétacsúszda, küszöbön van, hogy teljes mértékben megvalósulhasson az élménymedence, és megjön az a labda, ami a hullámokat gerjeszti. De aminek nagyon örülök, hogy az új ügyvezető úr nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tó környéke a környező polgárok által is jól használható legyen. Tudjuk, hogy futásra, nyársalásra használják, most szép kiülők, nyársalóhelyek kerültek kihelyezésre, nem mulasztott el a fürdő az sem, hogy szemetesek legyenek a környéken, tehát kukák, ahová bele lehet tenni a szemetet, illetve egy pici sétány is alakulóban van. Ugye megvalósult az is szintén a közelmúltban, hogy a Pesti út, illetve a Budai út összekötésre került egy betonúttal. Ez is a fürdőnek az érhetőségét, a környezetének az érhetőségét erősíti. Tehát mágnes, és a mágnest fejleszteni kell, hogy még erősebb legyen, és még erősebben tudja vonzani a lakosokat. A választókerületében várhatóan csökkennek-e a hulladékszállításba még be nem vont területek? Ez a cél, igen. Ugye az önkormányzat rendelettel kell, hogy meghatározza azokat a területeket, ahonnan kötelező elszállítania a szolgáltatást végzőnek háztól a hulladékot. Ehhez kell egy pici együttműködés a lakosok részéről, kell egy pici együttműködés nyilván a szolgáltató részéről, az önkormányzatnak meg kell hozni a döntést, de ennek azért sora van. Meg kell nézni, hogy ezek az utcák járhatóak-e nagy gépekkel, le kell nyílni a fákat ott, ahol nem járhatóak. A lakossággal meg kell értetni, hogy a konténer, ami esetleg oda a környezetbe ki van helyezve, az többet árt, mint használ, hiszen a környék elszemetesedik, esetleg olyan állatkák tűnhetnek ott föl, aminek semmi keresnie valója ott, ez az egértől a patkányig bármi lehet. És a választókerületnek a nagy részén el tudtuk ezt már érni, Cifrakert nagy örömmel fogadta, hogy a konténer eltűnt és új kukák kerültek ki a házak elé. Ez a cél az írtványban is, az öregszülő maradvány részében is. A Sorház utca aszfalt réteget fog kapni. Ez mondhatom így kijelentő módban, vagy egy kérdőjel kell a végére még? Nagyon remélem, hogy mondhatjuk. Amikor a választási kampány volt, én polgármester úrat direkt kértem, kérdezte, hogy melyik utcába menjünk a választókerületbe. Mondtam, menjünk a Sorház utcába, itt, hogy is mondjam, iskola példája van a nehézségeknek. Azóta egyirányúvá tettük az utcát, a végén lekerítettük a víztornyot, mert a lakosok panaszkodtak egy picit, hogy a víztorony aljában a fiatalok szívesebben összejönnek esténként, és akkor ott marad az üres sörös doboz, az sem marad már ott, de még egy utolsó kérésük van a lakosoknak az utcafejlesztéssel kapcsolatban, a megfelelő szilárd burkolat, szilárd most is, de az utolsó Macskaköves utcája választókerületnek, ami a retrosága miatt tud szép lenni, de most már annyira elöregedett és annyira hepehúpás, hogy valamilyen megoldást kell találni. Azt gondolom, hogy az aszfalt a legkönnyebb megoldás, nem biztos, hogy a leghelyesebb, lehet, hogy föl kell szedni, új alapot kell tenni, ezt majd a szakértők megmondják, egy biztos, hogy a megoldás megszületik a következő évben. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy nálunk járt, jó munkát kívánok! Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézők, ez volt a Fogadóra, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!